Kedves sepsiszentgyörgyiek! Ha valaki egy évvel ezelőtt megjósolta volna, milyen időket fogunk élni 2020-ban, nem hittük volna el neki. A járvány a feje tetejére állította az életünket. Átalakult a napi rutinunk, újabb és újabb korlátozások mentén éljük mindennapjainkat. Sokakban felmerül a kérdés, vajon meddig tart ez az állapot, és mi jön majd ezután? Ezekre a kérdésekre a megnyugtató választ ma még nem tudjuk. Amit tudunk, hogy most az egész közösségünk vizsgázik. Vizsgázunk kitartásból, emberségből, szolidaritásból és összetartásból is. Egy biztos, a kialakult helyzettel csak együtt tudunk szembenézni. Közös erővel, közös akarattal. A húsvét üzenete talán sosem volt aktuálisabb, hiszen azt tolmácsolja, hogy a legsötétebb helyzetből is van kiút. Én arra kérem önöket, hogy találják meg a fényt az otthonuk, családjuk szeretetében, és gondoljanak reménységgel a holnapra. Ünnepeljünk csendesen, kiki saját otthonában azért, hogy majd újra élettel és vidámsággal tölthessük meg szeretett városunk utcáit. Áldott húsvétot kívánok mindannyiuknak!